Pál apostolnak a Kolossiakhoz írt levele első fejezetének 12. versétől így szól hozzánk Isten igéje. Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény előtt, mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok. Minden általa és reánézva teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak is. Ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent a földön és a mennyben, úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. Titeket is, akik egykor Istentől elidegenültetek, és ellenséges gondolkozásúak voltatok, gonosz cselekedeteitek miatt. Most megbékéltetett emberi testében, halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és fedhetetleneket állítson majd színe elé. Ha ugyan megmaradtok a hitben, szilárdan és egyenesen, el nem tántorodva az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt, és amelynek én, Pál, szolgájává lettem. Eddig Isten írott igény. Kedves testvéreim, a múlt héten megnéztük, hogy Pál apostol mit ír olyan gyülekezetnek, amelyet igazából nem ismer. Ó, még nem járt, csak találkozott azzal az emberrel, aki sokat szolgált abban a gyülekezetben. És két dolgot csinált az apostol. Hálát adott bizonyos dolgokért, amelyek minden gyülekezetben megvannak, mert ha azok nincsenek, akkor nincs is ott keresztény gyülekezet. Aztán imádkozott, könyörgött az Istenhez azért, hogy bizonyos dolgok megtörténjenek ugyanabban a gyülekezetben. Mert a hitben növekedni is kell. Szükség van arra, hogy akik hiszünk az Úr Jézusban, egyre jobban ismerjük meg Isten akaratát, hogy azt megtehessük a mindennapi életben, mert abból visszajelzések fognak jönni. Ha Isten útján járunk, ő bennünket meg fog áldani. És azáltal egyre jobban fogjuk megismerni az Istent. Személyesen. És erre nagy-nagy szükség van, ugye így folytatta az apostol. Erre nagy-nagy szükség van, mert majd jönnek a próbák is. És a nehézségek. És ha egyszer megismertük, hogy milyen jó az Isten, amikor az ő útján járunk, akkor a nehézségek közepette is fogunk hozzá ragaszkodni. De még nincs vége. Ott be kellett fejeznem a múlt héten, mert ugye annyi időm van nagyjából, de még nincs vége. A folytatásban Pál apostol azért könnyörög, hogy akik megismerjék az Istent, azok, és ugye ez a mai folytatás, hálát is adjanak. Ugye a mi fordításunkban egy kicsit úgy szerepel, mintha ez egy
külön parancs lenne, de ez azért van, mert az eredetiben Pál apostol ilyen nagyon-nagyon hosszú mondatokat írt, és aki ebben nem nőtt föl, az nagyon nehezen tudja megérteni, hogy hol tartunk éppen. Ugye ezért ilyen kisebb részekre szabdalták nekünk az Isten igét, ami nem baj, csak értsük meg jól, hogy miről van szó. Mikor kezd hálát adni az ember Istennek? Amikor mind a jóban, mind a rosszban megtapasztalta Isten jelenlétét, Isten vezetését, Isten segítségét, Isten kegyelmét, Isten vigasztalását, ugye arról beszéltünk a múlt héten a végén. Ha az ember ezt tapasztalja mind a jóban, mind a rosszban, akkor nem tud más tenni, mint nagyon sűrűn hálát adni Istennek, hogy elhívott, magához hívott, a gyermekévé tett engem is, és velem van, jóban és rosszban egyaránt. Akkor hálát ad az ember azért, hogy Isten őt a sötétségből kihozta, a sötétség hatalmából, és átvitt a világosságba. Ugye ezt olvastuk. A sötétség az egy fura dolog. A sötétségben az ember nem látja, hogy hova is akar elmenni. Van egy elképzelés, van egy cél, csak annyira sűrű a sötétség, hogy azt se tudom, hogy merre kell menni. Hogy lehet, hogy ha éppen nem süt a holcse, nem ég a lámpa sem, lehet, hogy a saját nappalimba se találnám meg a saját székemet. Majd este ki lehet találni, vagy ki lehet próbálni. Otthon, hogy bekötöm a szememet, megnézem, hogy a saját házamba tudom-e, hogy hova kell menni, vagy mégis belebotlok egy asztalba, egy székbe. Ilyen a sötétség. Akkor azt sem ismerem fel, amit ismerni kéne. Meg a másikat sem ismerem fel. Csak alakokat látok. Ezért ugye, kik szeretik a sötétséget? Hát a sötét alakok. Amikor nem lehet látni, hogy én ki vagyok és mit csinálok. Erre nagyon jó a sötétség. Senki sem figyel rám, senki sem tudja, hogy pontosan mit csinálok, senki sem tudja, hogy pontosan ki vagyok. Na akkor lehet mindazt csinálni, amit fényes nappal nem is tennék meg. Erre is nagyon jó a sötétség. Elbújni. Másnak a szeme elől. Nem lát senki. Nem tudják, mit csinálok. Ha nem tudják, akkor nem is baj. Mi ez a sötétség? Sötétségben sok minden történik, de nem biztos, hogy attól előre megy az élet. Ezért mi volt az első dolog, amit Isten csinált? Mi volt az első dolog, amit Isten csinált, amikor világot hozott létre? Azt mondja, legyen világosság. És lett világosság. Mert ha van világosság, akkor lehet élet is. Akkor nőhetnek a növények, szaporodhatnak az állatok, jól érzik magukat az emberek is. Ha van világosság, akkor tudom, merre kell menni, ha mondják nekem, hogy hova kell menni. Akkor látom a másikat, és felismerem, hogy ő is emberem, olyan, mint én. Akkor úgy is kellene vele viselkedni. Ugye ez a világosság. Tisztában vagyok vele, hogy bármit csinálok, ezt mindenki látja. Ezért használja a bibliai ezt a képet. Mert mi nagyon jól ismerik a sötétséget is, meg a világosságot, meg a kettő között a különbséget. Aki megtapasztalta, hogy milyen az Isten, aki megtapasztalta, hogy milyen az, amikor az ember Istennel él, az egyre jobban fogja látni, hogy ez az igazi élet. Mintha megműtötték volna a szememet.
hirtelen sok mindent másképp kezdek látni. Én azt gondoltam, hogy értek az élethez. De amióta ismerem az Istent, mondhatja a hívő ember, rájöttem arra, hogy gőzöm se volt. Nem tudtam, mit csinálok. Mintha a sötétségbe csak próbáltam volna egy tortát főzni. Meg sütni. Hát akkor olyan is lett. De a világosságban teljesen más. Hát ez százszor gyorsabban megy, sokkal jobban is néz ki, még az íze is jobb, ha maradunk ennél a képnél. Ugye a hívő ember akkor jön rá erre, amikor már a világosság országában van, amikor már az Úr Jézus országában van. Hát a sötétségben növünk föl, megszoktuk, azt gondoljuk, hogy ez a normális. Hitre kell jutni ahhoz, hogy rájöjjünk arra, hogy nem normális az az élet, amiben a legtöbb ember él. És ezért kezd hálát adni a hívő ember. Hálát kezd adni a legapróbb dolgokért. Mert hirtelen a legapróbb dolog is kincsnek tűnik. És nem csak tűnik, hanem inkább felismerjük, hogy az. Mindennapi kenyér. Hogy van fedél a fejem fölött. Hogy felnevelhettem gyerekeket. Hogy feladatot kaptam a gyülekezetben. Hogy Istennek terve van velem még ebben a földi életben. Hogy tehetek jót a gonosz szomszédomnak. Én! Elmondhatom az unokámnak az evangéliumot. Nagy dolgok ezek. Nagyon nagy dolgok ezek. De csak akkor jövök rá, hogy mi van, illetve mi az, ami éppen nálam van, de Isten nem nekem szánta, hanem tovább kell adnom, akkor jövök rá, amikor az Úr Jézus országlása alatt élek. Mert akkor kaptam világosságot. És amikor Pál apostol ezt írta, hogy ő szabadított meg minket, a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának országába, akkor Pál apostol hirtelen nagyon sokat kezd mondani az Úr Jézusról. Gondolom, feltűnt, vagy látjátok, ha most nézitek meg. Amikor Pál apostol, az örege Pál apostol, aki börtönben van, kimondja az Úr Jézus nevét, akkor hirtelen sok minden beugrik neki. Hogy kicsoda is ez a Jézus. Ha a korábbi leveleit nézzük meg, akkor Pál apostol nagyon sokat írt arról, hogy mit csinált az Úr Jézus. És az nekünk miért jó. Meg hogy ez mit jelent a mennyek országában. De amikor már harmadik éve börtönben van, vagy legalábbis fogságban van az apostol, és rengeteg ideje volt elgondolkodni rajta, hogy most hogy van ez az egész? Megszületett az Úr Jézus, meg tanított, meg csodákat tett, meg meghalt, meg feltámadott, meg gondolom végigolvasta Márk evangéliumát, mert az akkor már kész volt, meg Máté is dolgozott már rajta, sőt Lukács is, akkor ugye Pál apostol munkatársa volt, lehet, hogy oda is vitt néhány fejezetet, hogy napá itt tartok, olvasd végig. És ugye Lukács evangélium az azzal kezdődik, hogy született meg az Úr Jézus. Ugye nagyon közel voltak akkor egymáshoz, amikor Lukács ezt elkezdte írni, Pál apostol éppen börtönben van, tehát volt neki ideje olvasni. Lukácsnak meg volt ideje találkozni emberekkel, utána járni, hogy történt pontosan. És ugye, ahogy Pál apostol egyre többet olvas az Úr Jézusról, és már nem tud semmit sem csinálni, vagy legalább nem olyan sokat, mint korábban, akkor ő egyre jobban mélyül el abba, hogy milyen csodálatos valaki ez a Jézus. Akkor most nem érdekes, hogy mit csinált. Mert sok érdekes ember sok érdekes dolgot csinált már a történelem folyamán. Nem az a legkülönlegesebb, hogy az Úr Jézus milyen csodálatos dolgokat csinált. Az a legcsodálatosabb, hogy
bár úgy nézett ki, mint egy ember, de nem csupa egy ember volt. Nem egy okos tanító, vagy egy inspirált proféta, hanem egy nagyon különleges személy. Ez az óriási nagy különbség. A kereszténység és minden más vallás, vagy kegyesség, vagy filozófia között. Nálunk az egész egy valakire épül, aki a legkülönlegesebb lény a világon. Pál apostol kezdi felsorolni, hogy az Úr Jézus a láthatatlan Isten képe. Meg később azt mondja, hogy amit kiemeltem a 19. versben, hogy tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék. Ugye voltak érdekes emberek az Ószövetségben, proféták, akikben benne volt az Isten szent lelke, és Isten szavát mondták, Isten üzeneteit mondták. Voltak különleges emberek az Új Szövetségben is, apostolok, akikben hatalmasan munkálkodott az Isten szent lelke. Ők is csodákat tettek, ők is hirdették az Isten igéjét, és létrejöttek az első keresztény közösségek. És minden keresztény ember különleges. Mert amikor megtérünk, megkapjuk az Isten szent lelkét, aki belülről dolgozik rajtunk. Megváltozzon a jellemünk. Jobban hasonlítsuk az Úr Jézusra. Jobban hasonlítsuk arra az emberre, akit Isten bennünk lát. Az igaz emberre. Egyre jobban értsük meg az Isten igéjét. Ugye ezt csinálja a szent lélek. És mind ezektől még sokkal különb az Úr Jézus. Mert az Úr Jézusban Isten teljessége lakott. Azt mondja itt Pál apostol. Arra döbbent rá, amikor összeszedte a dolgokat, hogy mit mondott az Úr Jézus, és nem csak másokról, hanem önmagáról is. Azon döbbent meg az apostol, hogy az Úr Jézusban az Isten teljessége lakik. Isten teljes szeretete, Isten teljes lelke, de Isten teljes keménysége is ám. Nem úgy volt az Úr Jézussal az Isten, ahogy most velünk van. Bár még sokkal közelebb van hozzánk keresztényekhez, mint az ószövetségi népéhez, mert bennünk lakik. Az Úr Jézusban Isten teljessége lakik. Hát ezt el se tudjuk képzelni, hogy ez milyen. Nem úgy van, hogy az Úr Jézus mondta az Isten igéjét. Mert ugye ez még csak részben. Hanem az Úr Jézus maga a testet öltött Isten igéje. Ugye ezt ki tudjuk vonnani, de fel se tudjuk fogni. Minden általa teremtetett. Minden őrá nézve van. Körülnézünk a világban, megszagolunk egy virágot, megnézünk egy szép kilátást, és nagyon örülünk neki. De jó, hogy az Isten, hogy ilyen illatozó virágokat teremtett. Mert ilyen tegnap a Balatonnál voltunk, ezért mondom a kilátást, hogy egy dombról milyen szép a kilátás. Annyira szeret bennünket az Isten, hogy ilyen szép dolgokat teremtett nekünk? Nem! Nem miattunk van. Az Úr Jézusnak illatozik a rózsa. Az Úr Jézusnak szép a kilátás. Ha ebből mi is felfogunk valamit, kedves testvéreim, az ajándék, az kegyelem, Isten ajándéka az embernek. És hány meg hány ember van, aki szívesen
kirándul az erdőbe, átölel egy-két fát, megszagol egy-két virágot, a negyediket el is tépi, mert hazaviszi, mert olyan szép, és eszébe sem jut az Isten, mert azt gondolja, hogy ez neki van. Hogy a virágnak nincs jobb dolga, mint neki illatozni. És nem igaz. Látjátok, hogy hogyan lehet az Istent megbántani úgy, hogy eszembe se jut. Látjátok, hogy milyen nagy a sötétség? Hogy azt gondolom, hogy minden értem van. Nekem szól. És nem. Az Úr Jézusra nézve van minden. De ha az övé vagyok, akkor már nem lopás, ha megszagolok egy virágot, mert akkor az Úr Jézusé vagyok, és akkor egy kicsit nekem is szó lesz. Ha az Úr Jézusé vagyok, akkor egy kicsit nekem is szép a kilátás. És akkor mit fogok csinálni? Amit a hitetlen ember nem. Hálát fogok adni. És ha ezt megértettem, akkor nem csak hálát fogok adni az illatozó virágért, hanem hálát fogok adni, hogy azért illatozik a virág nekem, mert az Úr Jézusé vagyok. Akkor hálát kezdek adni az Úr Jézusért. Ezért mondom, az Úr Jézus személye a központ, az alap. Ezért van ez ide fölírva. Az Úr Jézus a fundamentum. És nem csak a teremtésnek az alapja az Úr Jézus, hanem az újjáteremtésnek is az alapja. Ő az első a halottak közül. Ma gondolkodhatunk, hogy hát ez azért nem igaz. Hát az Úr Jézus feltámasztotta a Lázárt is. Hát akkor nem az Úr Jézus volt az első a halottak közül. Hát csak szegény Lázár. Hova jött vissza? Hát ide! Föltámasztotta az Úr Jézus Lázárt, és nem az Isten országával Lázár, hanem ugyanazon a földön van még mindig. És még néhány év, és újra meghal. Hát kellett az neki? Az is egy jel volt, hogy azért csinált az Úr Jézus, nem azért, mert rosszat akart Lázárnak, hanem valamit meg akart mutatni. De az Úr Jézus az, aki dicsőségesen támad föl. Az Úr Jézus az, aki új testben támad föl. Az Úr Jézus az, aki emberi hússal megjelenhet az Isten színe előtt. Ugye ez a mennybe menetel ünnepének a nagy csodája. Hogy az Úr Jézus abban a testben támad föl, amiben meghalt. És mégse ugyanaz a test volt. Megdicsőült emberi test volt. Amilyen nekünk is lesz majd a feltámadás után. És így ment föl a mennyekbe. Emberi testben, és akkor direkt így mondom, mert Pál apostol is így mondja, emberi húsban megjelenik az Isten színe előtt. És abban fogunk mi is részesülni. Abban eddig még senki nem részesült az Úr Jézuson kívül. Az Úr Jézus az első. A halottak közül, aki dicsőségre támadott föl. Ezért ő a feje az egyháznak, a feje a testnek. Ezért olyan nagy dolog az Úr Jézushoz tartozni. Mert ha az övé vagyok, akkor minden az enyém, ami az övé. Részesülök abban, ami igazából az övé. Nem a saját méltóságom miatt, hanem egyszerűen, mert én rájöttem arra, hogy minden az Úr Jézusért van. A teremtett világ és az újra teremtett világ.
A teremtett világ pedig a bűnbe esett világ. Ebben vagyunk most. De a csúcs, az még odébb van. A csúcs, az életem csúcsa az, hogy az újjáteremtett világon is ott legyek. Márpedig, mint az Úr Jézus testvére. Ahhoz pedig az kell, hogy az övé legyek. Hogy ez a hit. Hogy többé nem a magamé vagyok. Nem a magam főnöke vagyok. És nem is más ember a főnököm. Hanem az Úr Jézus kezébe teszem le a sorsomat, az életemet, egy szóval. Magamat! Nem a cselekedeteimet, nem a gondolataimat, csupán a magamat egészen, teljesen, mint személy, odaadom magamat a személynek, aki az Isten teljessége, akiért és akiben van minden, most is, meg majd az elkövetkező világon is. Ez a hit. Csak a hit az egy nehéz dolog. Mert a hit az nem egy egyszeri dolog. A hit az nem úgy van, mint amikor aláírom veszek egy házat, és aláírok egy szerződést, és onnantól kezdve az enyém, kész, vége, nem kell vele foglalkozni. Hát egy kicsit meg kell vele foglalkozni, hogy a földhivatalban is belegyek írva. De azon kívül, ha egyszer ott van a nevem, kész, vége, nem kell vele foglalkozni, nem kell minden nap bemenni a földhivatalba, hogy még mindig ott lakom. Bár egy kicsit ilyen érzésem volt, amikor a héten bementünk a bankba. Ugye, hát itt vagyunk, ugye, hát adatokat kell egyeztetni, de az anyám neve még mindig ugyanaz, meg nézte a kedves hölgy a bankba, hogy a útlevelemnek a száma is még mindig ugyanaz. Persze, hát tavaly óta nem változott meg semmi. Ugye most ilyen törvények vannak, hogy még azt is be kell bizonyítani, hogy még mindig az vagyok, aki tavaly voltam. De a hit az annál rosszabb. Hitben pedig járni kell, az a nehéz. Hitben maradni kell. A hit az azt jelenti, hogy folyamatosan hallgatok az Úr Jézusra, teljes szívemből. Nem évente egyszer karácsonykor, vagy húskétkor, nem évente néhány alkalommal az úrvacsora előtt, hanem folyamatosan. Most is, az Isten tiszteleten, de majd ebéd után is. Uram, mit kérsz tőlem? Mit csináljak? Mi lesz jó? Hogy elmenjek szundikálni, vagy segítsem a feleségemnek elmosogatni? Elmenjek szundikálni, vagy vigyek egy kis ebédet a szomszédomnak? Értitek? És akkor majd utána fogunk szundikálni. Mert ugye az Úr Jézus nem tiltja meg a szundikálást se, mert a pihenést is megadja az Isten, mert tudja, hogy mire van szükségünk. Csak nem mi akarjunk eldönteni. Ezért mondja Pál. Amikor befejezi az imádságát. Ha ugyan. Mindez nagyon jó, amit eddig írtam. Pál apostol nagyon örül, hogy hitre jutottak Koloséba. És könyörök azért, hogy ez így is maradjon. És azt mondja, úgy is lesz. Amennyiben. Ha ugyan, megmaradtok a hitben, szilárdan és egyenesen, el nem tántorodva az evangélium reménységétől. Mert lesznek, akik próbálkoznak azzal, hogy ne vegyük komolyan az evangélium reménységét. Valami híres ember azt mondta, hogy ugye ez a népnek az ópiuma, hát ő csak tudhatta, mert ugye vallásos iskolába járt, tehát közülről is látta, aztán nem kellett neki. Aztán azt találta ki, hogy
legyen a világ olyan, hogy az Isten mondja, csak Isten nélkül. Mindenki legyen jó. Van néhány jó ember, aki most ezt el fogja érni, el fogja mondani a többieknek, a hülyéknek, hogy hogy kell jó lenni, minden legyen közös, senkinek gondolja azt, hogy valami most csak az enyém, csak az egészből hagyjuk ki az Úr Jézust. Tehát valamit értett, csak a lényeget nem. De ha nincs fundamentum, összedől a ház. Hát van, amikor kell hozzá 70 év, de előbb-utóbb összedől ám. Nem lehet azt csinálni, amit Isten el akar érni. Isten nélkül, csak Isten nem. Viszont sokan gondolják, hogy ez annyira egyszerűnek tűnik, amiről a Biblia ír, ahhoz nem kell Jézus. De olyan jó, hogy elmondta, hogy mit kell csinálni, akkor kezdjünk el csinálni. És akkor megint a lényeg maradt ki. Akkor csak az üzenetet fogták föl, az Úr Jézusnak az üzenetét, illetve az üzenetének egy részét. De nem az a lényeg. A lényeg maga az Úr Jézus, aki föltámadott és él. Akivel most is lehet beszélni. Aki vissza is fog beszélni. Az, aki folytatni fogja a párbeszédet. Aki szólni fog hozzánk. Akire oda kell figyelni. Ha azt akarom, hogy majd a feltámadásom után is abban részesüljek, ami az övé. Kedves testvéreim, nem egyszerű ez. Aki egyszerű vallást akar, legyen muzulmán, 5 dolgot kell csinálni, kész. Ki lehet pipálni, vagy minden nap, vagy egyszer egy évbe, vagy egyszer egy életbe, megcsináltam, vagy nem csináltam meg, akkor minden jó lesz. A kereszténység az nehéz, mert az egy kapcsolat. Olyan, mint egy házasság. Csak rosszabb. Mert akivel együtt vagyok, az tökéletesen szent, az megváltott engem, és az ő kezében van minden. De mégis szeret engem. És nem erőszakoskodik, de erős vélemény azért van. És neki mindig van igaza. De tényleg, ezért nehéz. De nincs más. Vagy ez van, vagy a sötétség. Vagy ez van, vagy a halál. Ezért mondja a Biblia. Ezért mondja Mózes az Ószövetségben az ő népének. És ugyanazt mondom én is most. Elétekbe adtam az életet és a halált. Válasszátok az életet. Amen.